Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következenek kiemelt híreink röviden. Városi kitüntető díjak, szombat a határidő a javaslattételre. Adománybolt Szentendrén, a Szent Erzsébet Karitász önkéntesei gyűjtik az adományokat. Szentendrei NKE, a Gárd és a Lupa Beach után Salgó-Tarján pályáját is meghódították a szentendrei lányok. Szentendre Város Önkormányzat képviselő testülete a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított. Az elismerések minden évben egy személynek vagy csoportnak adományozhatók a képviselő testület határozata alapján. A kitüntetések bruttó 100 000 forint támogatással, emlékplakettel vagy emléktárgyal és oklevéllel járnak. Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár. Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni. Szentendre Város Szolgálatáért díj, Szentendre Város Közművelődési díj, Szentendre Város Közegészségügyi díj, Szentendre Város Testnevelési és Sportdíj, Szentendre Város Tisztes Iparosa díj, Szentendre Város Közbiztonságáért díj, Szentendre Város Kucsera díj, valamint a Szentendre Város Civil Szervezete díj. A díjakra javaslatot tehet a polgármester, a jegyző, a képviselők, a bizottsági tagok, szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények, valamint legalább 10 állandó szentendrei lakhelyen rendelkező lakos. A javaslatok beérkezési határideje július 31-e. Szentendre Város Önkormányzata nevében a kitüntetéseket a polgármester a 2021. október 23-ai városi ünnepség keretében adja át. Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan Bükköspart 22 volt egészségház értékesítésére. A pályázatokat a hivatal iktatójába 2021. augusztus 31-e 10 óráig lehet benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a honlapról tölthető le. További tájékoztatás telefonon és e-mailen is kérhető. A táborokra gyűjtik az újra nyitott adományboltban a felajánlásokat a Szent Erzsébet Karitász önkéntesei. A nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek a héten ottalvós, a jövő héten napközis tábort szerveznek a szervezet tagjai. Hétvégéken 10-től 20 óráig van nyitva a szentendrei Szent Erzsébet Karitász adományboltja a Péter Pál templom mellett. A kihelyezett dísz és használati tárgyakra mindenki maga határozza meg, hogy mennyi adományt szán, amivel a nehéz helyzetben lévő gyerekek nyári táborait támogatja. Közel 30 éve működik a szervezet Szentendrén. Az önkéntesek aktívan részt vesznek a közösség életének szervezésében, ahol a szervezet tagjai, a nehéz helyzetben lévők és az adományozók is találkozhatnak. A pandémia a Caritas működésére is hatással volt, sok más szervezet életéhez hasonlóan. Szóval ennek a történetnek két része van. Az első az az, hogy volt nekünk itt a Nagybőjtben egy egészen különleges rendezvény, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdetett egy száraz tartós élelmiszergyűjtést, amikor volt ez a pandémia helyzet, ez a karantén. És akkor egészen csodálatos módon tapasztaltuk meg azt, hogy ez a nagy közösség az egyházközség, de szerintem inkább még ott talán a város is. Milyen fantasztikusan összefogott azok iránt, a családok iránt, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek. És itt rövid idő alatt több mint 600 kiló ilyen tartós élelmiszer összegyűlt. És akkor azt a helyi Karitásznak a munkatársai becsomagoltuk ilyen csomagokba, és széthordtuk azok között, a családok között. És ez a nagyon-nagyon jól megtapasztalt szeretet, ez arra azt az ötletet adta nekünk, hogy most, amikor a gyerekeknek a nyári táborára gyűjtünk, akkor valami hasonlót éljünk meg, amiben inkább a lényeg az az, hogy az emberek hogy összefognak a rászoruló gyerekek iránt, és ezért kapunk mi valamit, hogy így induljon ki ez egész. És ehhez jött kapóra ez a kis bolt, ez a kis kegytárgybolt itt van a Péter Pál templom sekrestye mellett, és a György atyánka plébánosuk megengedte, hogy erre a pár hétre, erre a nyári időszakra egy adománybolttá minősítsük.
minősítsük át ezt a kis kegytárboltot, ahol kifejezetten ilyen karitatív módon adományért adunk bármit, ami kinek mi kedves, amit ide behoznak. Az a folyamat, hogy maga a bolt, az a Kucsere utca elején van a Péter Pál templomnak a sekrestye mellett, és minden szombaton is vasárnap van nyitva egész nap, tehát még az esti mise után is, így 10 órától mondjuk este 8-ig, szombat-vasárnapon, és akkor ide bárki, aki bejön, itt nagyon szép, különlegesen szép tárgyakat lehet, a tárgyakhoz lehet hozzájutni, de nincsen áruk, hanem mindenki annyit ajánl föl érte, amennyit a gyerekek táborra rászán. Tehát így ezért adomány volt, és ezért frissíthessük így a készletünket, ezért azt is bevállaltuk, hogy lehet hozni is. Tehát ha valakinek van otthon valami olyasmi tárgy, szép könyv, vagy valamilyen díszes dolog, amire már esetleg otthon nincsen szükség, akkor mi annak nagyon örülünk, mert akkor azt viszont más megörömmel elviszi majd így adomány fejébe. Az év minden időszakában vannak olyanok, akiknek segítségre van szükségük. Nekik szeretne segíteni a szervezet. Nem csak pénz formájában tudnak segíteni az adományozók, az otthon már feleslegessé vált, de még szép, használható tárgyakkal is, amiknek mások még örülni tudnak, vagy hasznukat vehetik. Most arra koncentrálnak a szervezők, hogy minél több nyári élményben legyen részük a gyerekeknek. Nem csak táborokkal, de egynapos kirándulásokkal is igyekeznek emlékezetessé tenni az idei nyarat a fiataloknak a szervezők. Ez a vírushelyzet, ez nagyon megnehezítette a családjaink életét, és azt vettem észre így Karitas vezetőként, meg hogy sokat foglalkozunk a gyerekekkel, hogy különösen a gyerekek voltak azok, akik nagyon megsínlették ezt a bezártságot. Most ezért próbálunk nekik mindenféle, minél több most, hogy lehet a nyáron, mindenféle jobbnál jobb programokat kitalálni, hogy egy kicsit kimozdítsuk ezekből a nehéz helyzetből, és azért többféle tábor lehetőséget, illetve többféle gyerekprogramot szervezünk. Ezek között vannak ilyen egyedi programok, amikor egy napra visszük el őket különböző időpontokban. Azután jövő héten szervezünk egy egyhetes ottalvós tábort Pilis-Szentléleken, és augusztus 9-től pedig egy egyhetes olyan napközit, ahova reggel érkeznek a gyerekek, és este hazamennek, és minden nap elmegyünk valóba. Tehát most ez a háromféle gyerekprogram van, ahova, aminek a, tehát ebből az adományokból ezeket szeretnénk finanszírozni majd. A támogatottak régóta kapcsolatban vannak a szervezettel, minden korosztálynak szüksége lehet segítségre, ami nem csak a fizikális dolgokban mutatkozik meg. Sokszor egy-egy jó szó, bátorítás is sokat jelent azoknak, akik bizonytalanságban élnek. A támogatások jól működnek a kiépített jelzőrendszer segítségével, de mindig vannak olyanok, akik frissen kerülnek bele egy-egy nehezebb élethelyzetbe. Egyrészt miután Szentendrén a Karitas közösség már megvan legalább majdnem 30 éve, ezért már nagyon nagy a ismeretségünk. Tehát nagyon sok családról tudunk, akik már évek óta, sőt most már évtizedek óta a nézőpontunkban vannak. Ez az egyik, tehát akiket már régen is támogattunk, azokat. És ők maguk is jelzik szomszédokról, közvetlen környezetéből, és más helyről is kapunk jelzéseket, például iskolákból, az önkormányzattól. Tehát több helyről gyűlnek ezek a gyerekek, akiket aztán mi próbálunk valahogyan segíteni. A kegytárboltban nem árulnak ruhaneműket, erre külön alkalmakkal készülnek a Caritas önkéntesei, akik ruhavásárokkal is segítik a nehéz helyzetben lévőket. Ezeket az alkalmakat külön hirdetik meg, minden egyes vásárnak más és más célja van. Egy a közös bennük, hogy mindegyikkel a rászorulókat támogatják. Alapvetően egy olyan adomány volt, ahol jobbára ilyen szép tárgyakat próbáltunk összegyűjteni. Igyekeztünk, van a közösségünkben egy üvegművész, a Smetana Ági, aki berendezte a boltot így látvány szempontjából, és ő nagyon igényesen kiválogatta azokat a tárgyakat, amik tényleg szépek. Tehát ha valaki hazaviszi innen valamit, akkor legyen egy szép emléke majd az elkövetkezőben, hogy ez azért van itt, mert ő egy gyereknek a nyaralását támogatta, de vannak könyveink, CD-k, DVD-k, kisebb mennyiségű ugyan ruha nem nagyon van, mert a ruhavásárok azokat külön tartunk a raktárainkban, tehát az itt nincsen, inkább dísztárgyak, konyhafelszerelési cuccok, teáskészletek, kávéskészletek, néhány könyv, úgyhogy sok szép dolog. Adni jó. Ha adományozunk, adjunk olyan tárgyakat, amiket mások örömmel fogadnak vagy használni tudnak, akkor lesz igazi öröm mind a két félnek. Az adománybolt júliustól várja hétvégenként azokat, akik szeretnék támogatni a városban élő nehéz helyzetben lévőket, a Szentendrei Szent Erzsébet Caritason keresztül.
Elfogadta Hüttner Csaba szövetségi kapitány javaslatait a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége szerdán, így kialakult a tokiói olimpiára utazó gyorsasági kajakkenu csapat összetétele, ahová Adolf Balázs és Pétervári Pál is elindult vasárnap. Balázs csapatban és egyéniben is rajt hozzááll 1000 méteren is. Az aktív versenyző a Szentendrei Kajakkenu SE csapatában edződött Pétervári Pál többszörös világbajnok nevelésében. Sok sikert kívánunk Balázsnak! Gazdára váró kis cicák. A VSN ZRT ügyfélszolgálatára lakossági bejelentés érkezett, hogy a Szabadkai utcában lévő szelektív papír hulladékgyűjtőből nyávogás hallatszik. A szolgáltató munkatársai a bejelentés után azonnal cselekedtek. A papír hulladékgyűjtőt felborították, és egy zacskóban megtalálták a három élő kismacskát. A cicák az Árvácska Állatvédő Egyesülethez kerültek, amelynek vezetője Stakó Edit elmondta, hogy a kis cicáknak szerencséje volt, mert éppen van náluk egy anyamacska, aki el is fogadta mindhármukat. Jelenleg a menhely munkatársai és a Dajka macska vigyáznak rájuk, tőlük lehet majd hazavinni őket. A rendészet értesítette a rendőrséget, így ismeretlen személlyel szemben eljárás indult. A nyomozást segíti a VSN ZRT hulladék szigetet figyelő kamerája, melynek felvételét a rendőrség lefoglalta. A Szentendrei NKL Beach Handball Team sikert sikerre halmoz. A csapat küzdésből és csapategységből kitűnőre vizsgázott Agárdon, a Lupa Beachen és az előző hétvégén a Salgótarjánban is egyaránt, amelyre gőzerővel készültek még az előző héten. A lányok már az országos döntőre koncentrálnak. A Szentendrei NKL csapata sikerrel indította az idényt. A július 3-án, 4-én Agárdon rendezett Magyar Kupa összecsapásaival folytatódott a 2021-es strand kézilabda szezon, ahol a nőknél az LV Sport Multicam Szentendrei NKR csapata bizonyult a legjobbnak. Az első hazai megmérettetésük alkalmával a játékosok fegyelmezett és egységes játékának köszönhetően nyert a csapat. Az Agárdi Magyar Kupa győzelemnek nyilván nagyon örültünk, ez volt az első hazai megmérettetésünk. Azt gondolom, hogy jól ment a csapatnak, jól játszottak a lányok, és ez mindig egy külön dicsőség, amikor egy kupa győzelmet elnyer a csapat. Az Agárdi torna legjobb kapusa Kókai Ágnes, míg a legjobb védője Tóth Emese lett. A szentendrei lányok edzőjük Gróz János emléke miatt szerettek volna győzni Agárdon. A kupát Janó kisfia vette át. Nagyon jó volt átvenni a kupát. Jó érzés volt. És hogy szoktál drukkolni a csapatnak? Ovációval kiabálsz? Vagy hogyan? Semmit nem csinálok, magamba gondolkozok, hogy mit csinálnának. A Budapest Cup EBT tornán Gróz Kitti is újra pályára lépett. A Lupa Beachen a hiányzó játékosok ellenére nagyot küzdött a csapat, így a bronzérem mellett fontos EBT pontokkal is gazdagodott az egylet. A Lupa Beachen ott egy kicsit szűkebb kerettel voltunk, ugye a válogatottak már kiutaztak az Európa-bajnokságra, bár ez minden csapatra igaz. Úgyhogy ott azt gondolom, hogy ez a bronzérem, amit sikerült megnyernünk, az is egy szép teljesítmény volt. Az amatőr sportcsapat profi szinten készül minden tornára. A szentendrei lányokra egy hét pihenő után újabb edzések vártak az előző héten. Most ebben az elmúlt egy hétben nem edzettünk, mindenki kapott egy kis pihenőt, viszont a héten már elkezdünk megint készülni, és a pénteken utazunk Salgótarjánra. EBT tornára, jövő héten pedig már a bajnoki döntőre készülünk, és a bajnoki döntőre fogunk utazni Hajdunánásra. A múlt hétvégi Salgó Cup 2021-es tornáról bronzéremmel tértek haza a lányok. A csoportmeccsek után bekerültek a legjobb 4 csapatba. Gróz Janó kisfia inkább a háttérből erősíti a csapatot, de egy-két edzés erejéig ő is beállt már a csoportba. Én inkább mamámmal el szoktam menni kosarazni, meg inkább birkózni, úszni, meg boxolni szoktam inkább, thaiboxra járni. A csapat ezen a héten már gőzerővel készül az országos döntőre, így a következő állomás Hajdunánás. Gratulálunk, és sok sikert a lányoknak! Végül a várható időjárásról. Kedden a változóan napos felhős időben csak néhány tájegységünkön alakulhat ki átmenetileg lokális zápor, zivatar. A délnyugati szél többfelé élénk, erős lehet. Napközben 32-38 fokra van kilátás. A legmelegebb délkeleten lesz.
Adásunk végén következenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Szentendre Város Önkormányzat képviselő testülete szombatig várja városi kitüntetésekre a javaslatokat. A táborokra gyűjtik az újra nyitott adományboltban a felajánlásokat a Szent Erzsébet Karitás önkéntesei. A szentendrei NKE Beach Handball Team kitűnőre vizsgázott Agárdon, Alupa Beachen és az előző hétvégén Salgótarjánban is. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik a Hét Embere című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Szentendrén. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!